Kedves barátaim, az 543-as számú útépítést és az 544-es számú közvilágítást fogjuk most átadni. Ez a mostani szakaszában 7,8 millió forintba került. Hát azért mondom, hogy a mostani szakaszában, mert volt egy korábbi szakasza. Ugye legelőször 2006-ban kezdtük ezt az építkezést, ugye Elman úrhoz fordulok, ő a megmondhatója. Ugye ebből volt egy korábbi bírósági hát ügyünk, ami még nincs befejezve, úgyhogy én a magam részéről ezt az utat, ezt örök időkre megjegyzem, és így emlékezetemben fogom tartani. De az a lényeg, hogy elkészült, és át tudjuk adni a rendeltetésének. A Strabag Kft. Készítette az utat, az Illés és társa pedig a közvilágítást, és hát gondolom, hogy akik leginkább használni fogják, megint csak Elmar Rózsa kell néznem, azoknak fontos, hogy tényleg ez nagyon jó minőségű legyen, hiszen hát utakat általában ilyen 20 évre szoktak építeni, 20 év a amortizációja, hát bízunk benne, hogy ez meg fogja érni ezt az időszakot, úgyhogy én nagy tisztelettel átadom önöknek, és hát használják egészséggel. Szeretettel köszöntök én is minden itt lakót. Örülök, hogy Bódéról sokan eljöttek, mert igazából nem csak az itt lakókat érinti ez az út, mert ez folytatódni fog, ha nem is rögtön mostanában, de be lehet kötni ugye a városhoz majd ezt a lakótelepet, ami vélemény szerint hamarosan be fog épülni. A recesszió, ahogy enyhül, erre a gyönyörű telekre, ahol az egész Somló látható, biztos, hogy lesz vevő, és akkor nagyon megkönnyül az itt élő szűk utcákba érőknek a közlekedése, mert gyakorlatilag hamar elérik a várost. És tényleg nem csak ennek a mostani lakóknak, a jövőnek szól ez a beruházás. Köszönöm.